Az artikuláció szó szerint szótagolást jelent. Az énekes zenében ez jól érthető szövegmondást, a hangszeres zenében pedig a témák, hangcsoportok, motívumok értelmüknek megfelelő szétválasztását, egymáshoz kötését, tagolását jelenti. Nem véletlen a kapcsolat a beszédhez, hiszen, mint ahogy a beszédben is, a jól artikulált szöveg az a zenében is jobban érthető. Azt mindenki tudja, hogy a hangnak van eleje és vége. Viszont hangszeresként hajlamosak vagyunk jóval több figyelmet fordítani a hangkezdésre, mint a hangvégződésekre. Így most sorra vesszük az egyik és a másik megoldásait is a fúvós hangszeren. Visszacsatolva a beszédhez, a fúvósoknak nagy segítségükre lehetnek a különböző mássalhangzók, ha már hangindításokról beszélünk. Ha bárkit megkérdezek, hogyan is indít hangot, általában azt szokta válaszolni, hogy T-vel. Én azért még hozzátenném, hogy az L hang is ott van, mint lehetőség. Ez három különböző mássalhangzó, és mindegyiknek más az ereje, és másképp is szólal meg. Hallgassátok csak meg! T-vel kezdtem, második hangot D-vel indítottam, az utolsót pedig L-lel. Most fordítva is megmutatom, viszont most először levegővel fogom elindítani a hangot, aztán L-vel, aztán D-vel és a végén T-vel. És az utolsó persze már egy slap. Tehát rengeteg lehetőségünk van, és ezekkel variálhatunk. A legjobb középút, hogyha D hanggal indítunk a hangszer teljes terjedelmében. Ez egy jó átlagot fog hozni. Aki ezt elsajátította, esetleg próbálkozhat azzal, hogy különböző regiszterekben változtatja mással hangzót, és ezzel egyenlíti ki a hangszerünk adta egyenlőtlenségeket. Na de beszéljünk a hangvégződésekről is. Szaxofonon kétféleképpen tudjuk megállítani a hangot. Vagy úgy, hogy egyszerűen megállítjuk a levegő áramlását, vagy úgy, hogy a nyelvünket rátesszük a nádra, és ezzel áll meg a hang. Megmutatom mind a kettőt. Hallható, hogy a második megállás sokkal hirtelenebb. Viszont az első, a levegőelvétel is lehet többféle. A különböző végződések a zenében különböző helyeken nagyon jól alkalmazhatók. Most megmutatok nektek egy zenei részletet egy ismert szaxofonműből. Egyszer eljátszom úgy, hogy az összes hangot egyformán hagyom abba, csak megállítom a levegőt. Másodjára majd variálom a zárlatokat. Ez így ebben a formában egy kicsit unalmas. Hogyha megválogatom, hogy hol engedem el a levegőmet, hol tartom meg a levegő erősségét, és hol van az, ahol ráerősítek, és annak segítségével rávezetek a következő hangra, sokkal érthetőbb és sokkal artikuláltabb lesz a játékom. Így hallhatjátok a különbségeket, és ezzel érdemes kísérletezni egy-egy hangon, először kipróbálgatni, mi is történik, hogyha így úgy állítom meg, hogyha elveszem a levegőmet, hogyha ráerősítek, és aztán keresni ennek alkalmazási lehetőségeit a darabokban. Persze ne feledkezzünk meg az artikulációról a különböző korszakok előadói gyakorlatát nézve. Teljesen másképp játszunk staccatót egy barokk műben, egy klasszikus érában, illetve egy
19. századi kompozícióban. Ahhoz, hogy ezt az ember felismerje, érdemes nagyon sok zenét hallgatni, nagyon sok különböző előadótól, historikus együttesektől, modernektől egyaránt, és ezzel kialakul egyfajta hangzásvilág, amire referálni tudunk, és ahova a már megszerzett eszköztárunkat hasznosítani tudjuk. Hárfán az artikuláció szót főként technikai értelemben használjuk. Az ujjak tenyérbe való lendülését, önálló munkájukat nevezzük artikulációnak, ezáltal válik érthetővé a játékunk. A pendítés három fő részből áll, elsőként a hang előkészítése történik a húron, majd a pendítés maga, amikor az izmok megfeszülnek és az ujj megpendíti az adott húrt, megszólal a hang, majd következik az ellazulás, amikor a szóban forgó ujj ellazul. Ezt a három fontos lépést kell elsajátítanunk az alapok során, és sok gyakorlással fejlesztenünk. Milyen módon lehet ezt fejleszteni? Elsőként csak egy-egy ujjal pengessünk, kezdjük a második ujjunkkal, hiszen ez a legerősebb, legönállóbb ujjunk. Az artikulációhoz kapcsolódó három lépést gyakoroljuk, figyeljünk az előkészítésre, a pendítésre, az izmok megfeszülésére és az ellazulásra. Hogyan tudom, hogy laza-e a kezem? Onnan, hogy lelógatjuk a kezünket testünk mellé, és egy pár pillanatig hagyjuk lógni, és míg megérezzük azt a kis finom bizsergést az ujjaink végében, egyenletesen lélegzünk, és akkor biztosan, hogy laza lesz a kezünk. Ezt az érzést kellene visszaidézni minden egyes pengetés után. Miután egy-egy ujjal pengettünk, érdemes kötött formában is gyakorolni ugyanezt a pengetést, sorra az összes új sorra kerülhet. Figyeljünk arra, hogy egyenletes és szép hangokat játszunk. Nagyon fontos a hangminőség, ezt is ilyenkor lehet gyakorolni. Az ujjak közötti kapcsolat sem egyforma, a kettes és a hármas ujjunk könnyebben elválik egymástól, ezek önálló ujjak, a hármas és a négyes sokkal nehezebben. Ezért erre szintén az ujjak artikulációját, az ujjak önállóságát fejlesztő gyakorlatot lehet csinálni. Mutatom. És ezt skálaszerűen lehet minden nap végezni a hárfa teljes hosszán, természetesen mind a két kézzel. A hüvelykúj egy picit más helyzetben van, mint a többi ujjunk. Pendítése mindig az oszlop felé, avagy a kézre rázáródva történik. A hüvelykújnak az erősítésére a következő gyakorlatot ajánlom. És ezt mind a két kézzel, szintén skálaszerűen, úgy gyakorlatszerűen lehet végezni minden nap.